1978 az a dátum, amikor én életemben először külföldön jártam. Aztán később munkámból kifolyólag 169 országban jártam. Mindig is kíváncsi voltam arra, hogy mit gondolnak a magyarokról. Tehát lényegében a 169 utazásom során mind-mind gyűjtöttem ezeket az adatokat. Ilyen szempontból persze óriási munka, óriási előzménye van a dolognak. Aztán van egy közelebbi előzménye is. 2000-től komolyabban érdekelt a téma, írtam tanulmányokat is erről, és utána pedig írtam egy tanulmánysorozatot is az IPM felkérésére. Az is a gerincét alkotja ennek a munkának, és mellette a mai napig érdekel, és elolvasom a kutatásokat, a felméréseket ez a téma. Úgyhogy úgy gondolom, hogy szűkebb és tágabb értelembe véve is ez meglehetősen komoly alapanyagon nyugszik. Talán ezért is érdekes. Tehát, hogy milyenek vagyunk mi magyarok, ez nagyban függ attól, hogy ki lát minket, és erről szól lényegében a kötet, hogy ezt a furcsa képet megmutassa, hogy teljesen más egy magyar egy japán szemével, mint mondjuk egy orosz szemével. Mert egy japán azt mondja, hogy a magyar nem tud egész jól öltözködni, egy francia már azt mondja, hogy a Tesco-s szatyor nálunk divatszik. Ugyanakkor egy indiai meg nem ilyen kritikus, neki még a hetes busz sem elég zsúfolt. Nem japán. Európai országhoz tartozó kis szigetről való. Úgy gondolom, hogy vannak olyan dolgok, amelyekben tényleg nagyon jók vagyunk. Ilyen például a magyar nyelv művelése, azt nagyon szépen tudjuk, és nagyon kifejező a magyar nyelv. Rengetegen azt mondták, hogy ha magyarul tudnának, akkor az egy kicsit segítene a logikus gondolkodásban is akár, de van, aki azt mondta például Shaw, hogy ha az életművét magyarul írta volna, akkor teljesebb lett volna a munkássága. Megint más azt mondja, hogy a magyar egy szuperintelligens földön kívüli faj, a nyelv is elárulja őket. Tehát a magyar nyelv például nagyon érdekes dolog. Ugyanilyen Hungarikum a magyar balett szerintem, bár az orosz balett is híres, tényleg az is világhírű, de sokra tartják a magyar táncosokat. Ezen kívül a magyar zene tényleg meg tudja hódítani a világot. Tehát aki már érdeklődik a zene iránt, az biztos, hogy azt mondja, hogy a magyar zene az valami csoda. Ilyen téren tényleg jó hírünk van a világban.